Köszöntöm nézőinket! Önök a Krónikát az elmúlt hét híreinek összefoglalóját látják. Kelet-Magyarország egyik legérdekesebb vendéglátós projektje indult el Miskolcon. Az önkormányzat ugyanis az éppen felújítás alatt álló avasi kilátó leendő üzemeltetőjét keresi. Hosszú előkészítő munka után a napokban jelent meg a kiírás, és a verseny már akár a következő hetekben eldőlhet. A városvezetés nem csak a kávézó résznek, hanem a lenti vendéglátó egységeknek is keresi a bérlőjét. Mivel a területen az elmúlt időszakban számos komoly fejlesztés zajlott és zajlik jelenleg is, így a hivatal arra számít, hogy a beruházások lezárulta után rengeteg embert vonz majd a környék. Úgyhogy arra is számítunk, hogy nagyon komoly partner fog majd ajánlatot adni, hiszen mi partnerként tekintünk azokra, vagy arra a bérlőre, aki érvényes ajánlatot ad be és megnyeri majd a versenyt. A hosszas előkészítő munka az egész konkrétan úgy nézett ki, hogy mi már a nyár közepén megkerestük azokat a magas szintű vendéglátó szakembereket, akik különböző szervezetekbe tömörülve ötleteket adtak ahhoz, hogy milyen módon hasznosítsuk ezeket a tereket. A lényeg számomra annyi, hogy a miskolciak szemüvegén keresztül nézve ne csak egy élő tér legyen az avas kilátó és az avas tető, hanem el is lehessen ott valamit fogyasztani, és egy picit felvigyük a vendéglátást az avas tetejére. Legkésőbb december közepéig az összes kerékpárút megépül Miskolcon. A déli városrészben hamarosan elkészül a Miskolcot Májéval összekötő szakasz, ezzel teljessé válik a hálózat. Az elmúlt években két ütemben épített kerékpárutakat a városvezetés az Európai Unió támogatásával városszerte összesen 8 szakaszon valósultak meg beruházások. És bár projekt a végéhez közelít, a fejlesztés egy új szemlélet kezdetét jelenti, mondta Bazin Levente. Az önkormányzati képviselő hozzátette, ezt a munkát szeretnék folytatni a következő ciklusban. Dolgoznak a munkagépek, a Miskolcot Máival összekötő kerékpárút építése a vége felé közelít. A munka még annak ellenére is jól halad, hogy voltak fennakadások. A régészeti szakfelügyelet biztosítása miatt olyan régészeti leleteket találtak, ami miatt egy hónapot csúszott a kivitelezés. Pluszban arra rájött, hogy 1 kilométeres szakaszon kértük a vállalkozót, hogy aszfaltozza újra a kerékpárutat, hiszen eléggé hullámos lett, ahogy ez látható is. Ezt a vállalkozó meg fogja tenni. A váratlan események és problémák ellenére az összes kerékpárút legkésőbb december közepéig megépül Miskolcon. És bár a projekt a végéhez közelít, a fejlesztés egy új szemlélet kezdetét jelenti. Olyan térségekbe kerültek kerékpárutak, amelyek kibővíthetőek a város életében a továbbiakban, tehát ezzel valójában Miskolcon a biciklizés lehetőségeit nyitotta meg a város. A következő években, a következő ciklusban pedig szeretné a bicikliseket még közelebb vinni a városba és a városrészekben kerékpár létesítményeket létrehozni. Ez a következő éveknek a feladata lesz, ezt a munkát szeretnék folytatni, tette hozzá Bazin Levente. Új utca bútorokat, szeméttároló edényeket és biciklitárolókat helyeztek ki a Városgazda munkatársai a főutcán. De nem csak a Széchenyi utcát, hanem az Erzsébet teret, a Népkertet és a Vörösmarty teret is érinti a fejlesztés. A Zöld és Gondozott Miskolc programban a városvezetés emberközeli beruházásokat szeretne megvalósítani, ehhez hasonló nagy volumenű utcabútor fejlesztésre pedig utoljára a 90-es években volt példa a Velünk a Város frakció vezetőjének tájékoztatása szerint. Új padok, hulladéktároló edények és biciklitárolók kerültek a sétáló utcára. A Városgazda munkatársai itt kezdték el a munkát hétfőn délelőtt. A múlt hét pénteken megérkezett az első szállítmány az utcabútoroknak, ami azt jelenti, hogy 45 pad, 79 darab kerékpártároló és 50 darab szemetes érkezett meg, és kollégáink a mai nap elkezdték ezeknek telepítését. Az Adi hídtól jövünk fölfelé, a Városháztér felé. De nem csak a főutcát, hanem az Erzsébet teret, a Népkertet és a Vörösmarty teret is érinti majd a fejlesztés. Összesen 160 új padot és további szemeteseket, illetve kerékpártárolókat helyeznek ki a belvárosban. A teljes forrás, ami megmaradt a TOP programban, az mintegy 900 millió forint. Ennek egy része, tehát ennek egy töredéke lesz majd az, amiből az új utcabútorok kihelyezésre kerülnek a városnak ezen a pontjain. A Zöld és Gondozott Miskolc program keretében a városvezetés emberközeli fejlesztéseket szeretne megvalósítani. Utoljára 90-es években volt egy ilyen alkalom, azóta eltelt közel 30 év, amikor ilyen volumenbe tudott a város
szeméttároló edényeket kirakni a főutcára és a város egyéb pontjaira, biciklitárolókat, új padokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon ráfér a város, nagyon fontos, és hát nyilván ezek használati tárgyak, tehát azt szeretnénk, hogy az emberek ezt igénybe vegyék és használják. Az utcabútorok kihelyezése több ütemben valósul meg. A főutca után a következő hetekben a többi érintett helyszínen is elkészül a fejlesztés. Csaknem 800 millió forintból vásároltak onkológiai és kardiológiai eszközöket a Vármegyei Központi Kórházba és a Semmelweis, illetve Szent Ferenc Tagkórházba. A beruházás Európai Uniós forrásból valósult meg, és számos új nagyértékű orvostechnikai és diagnosztikai berendezés beszerzését eredményezte. Az átadott eszközök hozzájárulnak az egészségügyi ellátás színvonalának növeléséhez, és az onkológia, valamint a kardiológia területén meggyorsítják a kezelési folyamatokat, ezzel is javítva a betegek gyógyulási esélyeit. Idő életet jelent a szívinfarktusos betegnek. Minél hamarabb tudjuk szívkatéteres technikával, technológiával javítani az állapotát, annál nagyobb esélyt adunk a túlélésének. Ide a kardiovaszkuláris centrum új infarktus fogadó részlegére már a mentőkocsival is tudják fogadni a betegeket, és közvetlenül mellette található a röntgenműtő is, ahol korszerű gépekkel tudnak szívkatéteres beavatkozásokat végezni. Ez a műtő egyike azoknak, ahová új orvostechnikai eszközök érkeztek. Körülbelül 500 millió forint értékben olyan új eszközparkot sikerült beszerezni a kardiovaszkuláris centrumba, ami minden látás minőségben, mind pedig mennyiségben egy új dimenziót nyit számunkra. Beszereztünk egy új, úgynevezett CIV-es röntgen képerősítőt, amivel át tudjuk világítani a betegeket, és pontosan látjuk a bennük lévő eszközöknek a pozícióját, meg tudjuk festeni a ereket, látjuk az elzáródásokat, ez segít bennünket az invazív kardiológiai műtétek megoldásában. Beszereztek egy speciális monitoring rendszert, amivel vezeték nélküli hálózaton tudják megfigyelni a betegeket. Vásároltak szívultrahang készülékeket, szoftvereket mesterséges intelligenciás leletezéshez, és egy olyan műszert, amivel vérrögöt tudnak eltávolítani a tüdőből. Ez a régióban egyedül itt segíti a gyógyítást. A beteg abban a pozícióban, ahogy behelyeztük magát ezt a kis készüléket, mindenféle elmozdulás nélkül a CT alá tehető. És pontos háromdimenziós képet kapnak az orvosok arról, hogy hogyan helyezkedik el a daganat. Ez a készülék nőgyógyászati vizsgálatokhoz és kezelésekhez alkalmas. Az onkológiai és sugárterápiás centrum vezetője szerint ezzel sokkal szövetkímélőbben és célzottabban tudják a terápiát elvégezni. Az onkológiai és sugárterápiás centrum a fejlesztés eredményeként 240 millió forintnyi támogatást kapott. Ennek a legnagyobb szelete a nőgyógyászati daganatok sugárkezelését támogató rendszer beépítése, ami a nőgyógyászati sugárkezelések egy bizonyos típusánál a belső közel sugárkezelési eljárásoknál jelent egyfajta terápiás előrelépést. Kaptak egy másik berendezést is, ami leköveti a beteg mozgását, légzés fázisát, így segítve, hogy a sugárkezelés ne kerüljön más helyre, kímélje az épszerveket. A harmadik eszköz pedig egy többdimenziós nyomtatóval készít külső maszkot, amely a célzott bőrsugárkezelést segíti. A számos nagyértékű orvostechnikai és diagnosztikai eszközből jutott a Semmelweis és a Szent Ferenc Tagkórházba is, amelyek szintén hozzájárulnak az egészségügyi ellátás színvonalának növeléséhez a Vármegyében. Megnyílt a lehetőség, hogy újabb szociális farmok jöjjenek létre az országban. Megjelent ugyanis az erről szóló jogszabály. A Baráthegyi Majorságot üzemeltető Szimbiózis Alapítvány 15 éve lobbizik a változásért, így már lehetővé vált, hogy a miskolci modellt mások is adoptálni tudják. Jövőre pedig akár 500 ezer euró pályázati támogatást is lehet majd kapni új szociális farm létrehozásához. Így várhatóan a következő években több tucat új szociális farm jöhet létre, az elért hátrányos helyzetű személyek száma pedig több száz is lehet. Most értünk a gyártási folyamatnak ahhoz a szakaszához, amikor ugye a megalvott helyet felszolgáljuk úgymond.
A Baráthegyi sajtmanufaktúrában járunk. Az üzemet azért hozta létre sok évvel ezelőtt a Szimbiózis Alapítvány, hogy a majorságban megtermelt kecsketejet és az abból készült tejtermékeket értékesíthesse. Ma elfüstöltük a parancsárka. Füstölés után zacskóba kerülnek a sajtok, majd a vákumozógépbe. A gyártás és a csomagolás terén is a legszigorúbb élelmiszeripari előírásoknak kell megfelelni. Eddig ugyanis, ha egy szociális intézményben megtermeltek valamit, azt nem ehették meg, vagy nem adhatták el, csak ha megfelelnek a követelményeknek. Minket nagyon-nagyon sokan jöttek és látogattak meg, hogy ők is szeretnének egy ilyen majorságot, egy környezetet, ahol tényleg a fogyatékos emberek reggel felkelnek, eljönnek dolgozni, de senki sem vállalt azt a macerát, hogy mondjuk egy sajtüzemet hozzon létre, mondjuk 50 millió forintos beruházással. Valljuk be, ennek igazából olyan sok értelme nincs, és ez mondhatjuk azt, hogy kidobott pénz, hiszen például mi is annyi tejet termelünk meg, mint egy kisebb családi gazdaság. Ne harapjá! A Baráthegyi Majorság több mint 20 éve működik. Jelenleg 100 embernek adnak munkát, akiknek nagy része fogyatékossággal él. A farmot üzemeltető Szimbiózis Alapítvány létrehozta a Szociális Farm Szövetséget, hogy összefogja és segítse az országban működő hasonló kezdeményezéseket, miközben folyamatosan lobbizott a jogszabályi könnyítésért. Jakubinyi László úgy véli, a jogszabályváltozásnak köszönhetően a következő években több tucat új szociális farm jöhet létre, ehhez pedig az alapítvány szakmai támogatást is ad. Mindenképpen fontos, hogy a következő években a tapasztalatokat gyűjtsük össze, képzés legyen, auditálás legyen, védjegy legyen, és abban hiszek, hogy nagyon sok olyan termék fog megjelenni a helyi piacokon, akik a szociális farm védjegyet fogják ráragasztani a termékükre, és ez azt fogja mutatni, hogy ezeket a termékeket ugyanolyan piaci minőségben, de olyan helyi emberek állítják elő, akik olyan kollégákat alkalmaznak, akik valamilyen fogyatékossággal vagy más hátrányos helyzetben vannak. Jövőre pályázati források is megnyílnak, amelyek megkönnyítik a szociális farmok létrehozását. Erre a célra akár 500 ezer euró támogatást is lehet majd kapni. A téli szünetben is ingyenesen jár a déli meleg ebéd a hátrányos helyzetű miskolci gyerekeknek. December 22-én, 27-én, 28-án, 29-én, valamint január 2-án, 3-án, 4-én és 5-én összesen 8 munkanapon át a város 4 helyszínén, a Petőfi Sándor Fiú Kollégiumban, a Könyves Kálmán és az Avasi Általános Iskolában, illetve a volt központi Leány Kollégiumban vehető igénybe a szolgáltatás az arra jogosultaknak. Az étkeztetés igényléséhez szükséges nyomtatványt a szülők már korábban megkapták, ha valakihez mégsem érkezett meg, a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálatán a Városháztér 8 szám alatt beszerezheti azt. A kitöltött dokumentumot ugyanitt lehet leadni legkésőbb december 15-éig. Európa legrégebbi és legfontosabb színházi szövetségének lett tagja a Miskolci Nemzeti Színház. A legjelentősebb európai színházakat magába tömörítő unió célja a nemzetközi kapcsolatok építése, az európai kulturális örökség megőrzése és továbbörökítése. Béres Attila a teátrum színészeinek rendkívüli ülése jelentette be a hírt. Az igazgató elmondta, az Európai Színházi Uniós tagság hatalmas mérföldkő a színház életében. Ez az Európai Színházi Unió tagja lett a Miskolci Nemzeti Színház egyedüliként Magyarországon. Nem mindennapi bejelentés és kitörő öröm a Miskolci Nemzeti Színház nézőterén. A teátrumban rendkívüli társulati ülést tartottak csütörtök délután. Az Európai Színházi Unió Európa legjelentősebb színházait foglalja magába. Olaszország, Görögország, Csehország, Szerbia, Portugália, Luxemburg, Szlovénia, Románia, Bulgária és Lengyelország legjelentősebb színházainak sorába most a Miskolci Nemzeti Színház is csatlakozhatott. Ez egy nagyon zárt rendszer. Aval védi magát az Európai Színházi Unió, hogy ez egy zárt rendszer. Ennek 15 tagja van, és pár társult tagja, akik nem teljes értékű tagok, és bekerülni úgy lehet, hogyha valaki helyére be tudsz kerülni, és akkor most volt egy üresedés tavaly, és akkor mi jelentkeztünk, hogy szeretnénk a Színházi Uniót, de természetesen nem csak mi jelentkeztünk, rengeteg színház jelentkezett Európából. A választás Béres Attila szerint az előadások minősége, a kiváló társulat és a műsorpolitika miatt esett a Miskolci Nemzetire. Alapvetően ez a társulat győzelme, alapvetően ezeknek az alkotó embereknek
Elsősorban az érdeme, de természetesen az egész színház érdeme, hiszen ha nem ilyen díszlet lenne, vagy nem ilyen kellékek lennének, vagy nem így lennének megcsinálva a ruhák, akkor a színész se tudna olyat teljesíteni, hogy felfigyeljenek ránk. A tagságnak köszönhetően a teátrumnak lehetősége lesz arra, hogy nemzetközi fesztiválokon részt vegyen, és világszerte megismerhessék az előadásaikat, illetve a szövetség más színházainak darabjait is el tudják majd hozni a miskolciaknak. 10 éves a Pannonhalmi Múzeum. A kiállító épület 2013. novemberében két természettudományos témájú állandó kiállítással nyílt meg. A múzeum születésnapját hétfő délután ünnepelték az épületben. Az eseményen felidézték az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatait, jelenleg a Dínók földjén a Kárpátok ásványai és őserdei ösvényeken című kiállítások tekinthetők meg itt. Ez utóbbiban kaptak helyet a 2007-ben bükkábrányban előkerült mocsári ciprus maradványok is. 3, 2, elfújták az ünnepi gyertyákat és felvágták a születésnapi tortát. Kerek évfordulót ünnepeltek a Herman Otto Múzeumban. A Pannonhalmi Múzeum kiállító épület 10 éve nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. 2013. november 20-án sor került egy megnyitó ünnepségre. A múzeumi épület rész két természettudományos témájú állandó kiállításra nyílt meg 2013-ban. A múzeum igazgatója a legemlékezetesebb pillanatokat idézte fel a felfedezéstől a múzeumépítésen át napjainkig. Az első év maradék másfél hónapjában rengeteg látogató érkezett ide, és aztán 2015-ben is. Iszonyatosan sok látogatónk volt, nagyon jó bevételünk, és még egy nagyon komoly minisztériumi támogatást is kaptunk a folytatáshoz. Úgyhogy szerintem annyira jól érezte magát itt a többség, mint ahogyan egy csecsemő érzi magát ilyenkor jól. És aztán jött egy kisgyerekkor egészen 2019-ig, ahol beállt a látogatószám egy viszonylag erős számra, jöttek a bevételek, jöttek a rendezvények. Szolyák Péter hozzátette, az évek során óriási siker volt, többek között a múzeumok éjszakája és a nemzetközi régészeti konferencia is. A születésnapi torta felvágásában Veres Pál polgármester is segített. Beszédében hangsúlyozta, hogy mennyire emlékezetes esemény volt, amikor 2007-ben megtalálták bükkábrányban azokat a mocsári ciprus maradványokat, amelyek közül 4 darab még ma is a múzeumban található. Ha jól emlékszem, talán olyan 60 méter mélyen találták meg ezeket a ciprusokat, és egymást érték akkor a tudósítások, a riportok, a újságcikkek, számtalan fotó készült, és igazi szenzációnak számított azok a fák, amelyeket ott megtaláltak, több mint 7 millió éves bükki ősfákat. És arra is emlékszem, hogy milyen nagy feladat volt a kiemelésük és a konzerválások, hiszen nagyon speciális eljárást kellett kitalálni és megvalósítani, hogy ezek az ősfák megmaradjanak egyben, és azokat a mentési munkálatokat már akkor is a Miskolci Herman Otto Múzeum kiváló szakemberei és régészei végezték. A város polgármestere szerint a Pannonhalmi Múzeum kiállító épülete hozzájárult Miskolc turisztikai vonzerejéhez, a belváros kulturális életéhez és az oktatáshoz is. Az ünnepi esemény Kázmér Miklós geológus, paleontológus és Tóth Edina restaurátor osztályvezető előadásaival zárult. Nagyszabású évvégi gálára készül a Színvavölgyi Néptáncműhely. Több mint 150 táncos lép majd színpadra a Művészetek Házában szombaton. A két felvonásos előadása a Táncképek a Kárpát-medencéből címet viseli. Ipolymenti táncokat próbálnak az ifjú színvások. És a Nyárad magyarósi koreográfiát gyakorolják a felnőttek. A Színvavölgyi Néptáncműhely próbaterme az elmúlt hónapokban valósággal dübörög. Minden csoport gőzerővel készül. Szombaton ugyanis megtartják az évvégi nagyszabású gálát. Több mint 150 táncos lép majd színpadra. Kicsit tematizáltuk, Kalotaszektől Dunamentéig megyünk, tematikusan felsorolva a tájegységeket, és minden csoport a saját kis témakörét be tudja mutatni. Kalotaszeg, mezőség, a székelységből lesz egy blokk, a felvidéki táncokból lesz egy blokk, és akkor a végén pedig Dunamente, Somogytól egészen a Uszód és Madocsán keresztül
így bemutatjuk ezeket a tehetségeket. A táncosok szeptember óta készülnek az előadásra, azonban az őszi hónapokban nem csak a gála kötötte le a figyelmüket, kétszer is turnéztak külföldön. Az egyik úti cél Albánia volt. Albániában Magyar Napok programsorozat keretein belül adhattunk elő a 40 perces műsorunkat 3 különböző városban. Összesen 5 napot voltunk ott, és minden este igazából más helyszínen aludtunk, úgyhogy ez egy ilyen turnénak is mondható. A felnőtt együttesből 9 pár vehetett részt az albániai körúton. Olaszországba viszont még többen utazhattak. Olaszországba igazából bárki mehetett, tehát hogy aki tavaly januárban jelentkezett erre, az eljöhetett, tehát nem volt létszámkorlát, ezáltal az egész csapat ment. Október elején voltunk egy hetet, és a 7 napból összesen csak 2-3 nap volt fellépés. A külföldi szakmailag és közösségépítés szempontjából is sokat jelentett a táncosoknak. Most pedig már csak a gálára koncentrálnak, amit november 25-én tartanak majd a Művészetek Házában. Makulend újrahasználati tanöstvényt avattak, és egy szabadtéri közösségi teret is megnyitottak szerdán a Mirehu József Attila utcai telephelyén. A programot az Európai Hulladékcsökkentési Hét jegyében a csomagolási hulladékok és annak újrahasznosítása témakörben szervezték a társaság munkatársai. A jövőben a parkot bárki megtekintheti. Csütörtökön reggel 7:30-tól pedig a búzatéri piacra tracspartira várták a miskolciakat azzal a céllal, hogy a zöldség-gyümölcs beszerzéseknél tudatosabbak legyenek a vásárlók a csomagolások megválasztásánál. Muki vagyok. Ma én kalauzollak el téged ezen a tanösvényen, az erek világába, a csomagolásokon keresztül. Muki egy audioguide szetten keresztül köszöntötte a Makulend beérkezőket. A hulladékgazdálkodási parkot szerdán nyitotta meg Veres Pál polgármester és Ladányi Roland, amire hú ügyvezetője. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy idén az Európai Hulladékcsökkentési Hét fókuszában a csomagolási hulladékok állnak, amire hú meglepetéssel készült a programsorozatra. Aminek része ennek a Makulendnek, ennek a egyedi újrahasználati partnak, tanösvénynek is a kialakítása és a jövőbeni működése. Alapvetően a célunk az volt, hogy a Mirehunál folyó szemléletforgalmi tevékenység nagyon-nagyon szerteágazó, de rengetegen járnak hozzánk vissza. És ez nagyon fontos, hogy mindig újat tudjunk mutatni, és a szemléletformálást is fejlesztenünk kell, és ez annak a fejlesztés, hogy egy újdonsággal jövünk elő, megint egy új lehetőséget tudunk biztosítani a hozzánk visszatérőknek. A park legfőbb célja, hogy gondolkodásra késztessen, felkeltse a kíváncsiságot, hogy a látogatók másképp nézzenek az általuk használt csomagolásokra és az azokból keletkező hulladékokra. A jövőben azonban még tovább szeretnék fejleszteni, hogy egy igazi közösségi térré váljon, és akár szemléletformáló, csapatépítő tréningekre is alkalmas legyen. A parkátadón elhangzott, hogy a Mirehu szemléletformálását a legkisebbekkel is igyekeznek megismertetni. Azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni azt a tájékoztatást és azt a szemléletformálást, amely feltétele lehet annak, hogy majd évek, évtizedek múlva egy sokkal zöldebb, egy sokkal tudatosabb, élhetőbb városban éljünk, egy élhetőbb földön éljünk. Ehhez szükség van arra, hogy megismerjék a legkisebbek is, de itt, ahol a parkban éppen vagyunk, itt akár a legnagyobbak is, hogy szembesüljünk és megismerjük azt, hogy mennyi minden hulladékot termelünk csak a csomagolások által, és mennyi felelősségünk van abban, hogy ezek újrahasznosulhassanak. Veres Pál hozzátette, hisz abban, hogy ha a legkisebbektől kezdve felépítik ezt a rendszert, akkor eljuthatnak majd oda, hogy valóban kevés legyen a lerakott hulladék mennyisége, és még nagyobb arányú legyen az újrahasznosított. Miskolcra érkezett a 41. magyar sajtófotó kiállítás. A három miskolci Rotary Klubba Színva teraszra álmodta meg a kiállítást, amely közösségi összefogással a város önkormányzata és miskolci cégek segítségével valósulhatott meg. A fotók a sport legemlékezetesebb pillanatain át az orosz-ukrán háború szörnyűségeit is bemutatják. A 41. magyar sajtófotó kiállítás december 11-ig látható a Színva teraszon. Ez a fiú elesett egy hihetetlen nagyot, röpül a levegőben, hihetetlen jól kapta el a fotográfus.
Ezt a fotót is megtekinthetik azok, akik kilátogatnak a Színva teraszra. A városba érkezett a 41. magyar sajtófotó kiállítás, ami az önkormányzat és a miskolci cégek felajánlásával valósulhatott meg. A Rotary Magyarország alkormányzója szerint ez a fotó kiállítás egy igazi közösségi összefogásnak is tekinthető. Ez a 2022. évi sajtófotó kiállítás, amelyet a Magyar Sajtószövetség kuratóriuma állított össze, ez önmagában már egy közösségi kezdeményezés, hogy úgy mondjam, a sajtóközösségi. A Rotary, mint jótékonysági világszervezet és magyarországi szervezetei pedig azt tűzték ki, hogy ezt a sajtókiállítást ezt vigyük körbe az országba. Így az érdeklődők Budapesten, Kecskeméten, Debrecenben és Békéscsabán is találkozhattak már ezekkel a fotókkal. Miskolc után pedig Szegedre költözik majd a kiállítás. Nem álltak át az ukránok mellé, amire ők számítottak, és ebből lett egy borzalmas háború. A kiállítás az orosz-ukrán háború borzalmaiba is betekintést nyújt. Emellett a sport és az időskor pillanatai is megtalálhatóak a Színva teraszon felállított állványokon. A tárlatvezetést Bánkuti András kurátor vezette, aki híradónknak azt mondta, hogy több fotóügynökség igazgatója zsűrizte a képeket. A díjazottakat mind láthatják itt, és plusz még én hozzávettem olyan képeket, amik majdnem hogy díjazottak lettek, harcoltak díjakért, és hogy legyen különböző más tematika is. Tehát, hogy legyen benne egy picit több sport, legyen benne egy kis jóság. Hát van itt olyan kép, hogy egy kislány a mamájával hajléktalanoknak ennivalót visz. A fotókat Szokkó Tibor is megtekintette szerda délelőtt. Az alpolgármester szerint a kiállításnak több üzenete is van, és rendkívül fontos a város számára is. Egyrészt azt üzeni számomra ez a kiállítás, hogy amikor olyan emberek, akik az élet számos területén sikereket tudnak elérni, vissza tudnak adni a köznek, hiszen a rotarista barátaim munkája erről szól, akkor az csak is pozitívan sülhet el. Üzeni számomra azt is, hogy a sajtófotó, mint műfaj él Magyarországon, és üzeni azt is, hogy a sajtó igenis a negyedik hatalmi ág. A 41. magyar sajtófotó kiállítás december 11-ig tekinthető meg a Színva teraszon. Saját magunk is felfedezhetjük az erdő ízeit. Ehhez pedig most egy új könyv is segítséget nyújt. A Ehető Erdő című kötet vadon termett erdei alapanyagokat mutat be. A köteten keresztül bárki megismerheti a természetet, és hogy hogyan lehet ezeket a növényeket otthon, a konyhában is felhasználni. A szerzők a palotaszállóban tartottak könyvbemutatót. Füstölt pisztrángmusz, medvehagyma, bimbós, vinagretta és vadzöld fűszeres vajkrém. Ezekhez az ételekhez a természetben is megtalálhatóak a hozzávalók. Az Ehető Erdő című könyv szórakoztató stílusban fotókkal mutatja begyűjthető növényeinket. Megismerésük mellett a könyv számos ötletet is kínál azok felhasználásához. Én úgy tekintek lilafüledre, mint hogyha ennek a könyvnek a bölcsője lenne. A kötetet a palotaszállóban mutatták be hétfő délelőtt. Az Ehető Erdő, ez egy erdei gyűjteményes könyv igazából, olyan, mint egy erdei érték trezor, amiben nem mi raktuk bele a tudást, nagyon érdekes, hanem azok a nemzedékek, azok a generációk, akik értőn tekintettek még a természetre, és ezt a tudást mi összegyűjtöttük, és igazából kinyitottuk az ajtót, és ezt szeretnénk most a nagy közönségnek átadni, hogy megőrizze az utókornak. Az Ehető Erdő egyik társszerzője Megyeri Sára, aki a természetben található növényekből készít delikát termékeket. Az erdőben fellelhető növények a lehető legtisztább forrásból származnak, és nem csak a gyógyításban, hanem az egészségmegőrzésben is komoly szerepet játszanak. Nagyon sok séffel dolgozom együtt, akik borzasztó nyitottak szerencsére ezekre az alapanyagokra, és mindegyikünkben, mind a kettőnkben megvolt az igény, hogy ezt a tudást a nagyobb közönség elé is tárhassuk. A könyvbemutató Miskolc polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy a város hihetetlen értékekkel rendelkezik. Lilafüred egy igazi ékszer, a bükk pedig egy csodálatos természeti érték. Jól látjuk, hogy egyre inkább teret nyer az aktív turizmus ma Magyarországon, amiben természetesen nem csak az erdei kerékpározás, nem csak a túrázás, hanem a természet megismerésének lehetősége is benne rejlik. Őseink sokkal bölcsebbek voltak, mint mi, hiszen járták az erdőt, és tudták, hogy mi ehető és mi nem. Tudták, hogy mi finom, tudták, hogy mit lehet használni. Mi pedig bemegyünk a szupermarketbe, és megveszük vagy számunkra legyártott, nagyon furcsa alapanyagokból készült ételeket, ahelyett, hogy valóban visszanyúlnánk a természethez is, ami tiszta és eredeti, és rendelkezésre áll, természetesen ésszerűen használva,
ezt újra tudnánk használni. A szerzők az erdei gyűjteményes könyvet nem csak a túrázóknak, hanem azoknak is ajánlják, akik egészségesebben szeretnének táplálkozni. Céljuk többek között, hogy az utókor számára egy zöldebb és tisztább környezetet hagyjanak hátra. Kedves nézőink, Önök a Krónikát, az elmúlt hét híreinek összefoglalóját látták. Én a műsorkészítő kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvége hátralévő részére kellemes időtöltést, jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!